Sziasztok, Szabó Győző vagyok a Miskolci Avalon Parkból, és az Avalon Box Challenge játékban Berke Krisztián meglepetés kihívott vendége vagyok. Hát kezdjük is mindjárt a 11 bemelegítő kérdéssel, nézzük csak, nagyon izgatott vagyok. Hogy is néznek ezek ki? Na, nézzük az első kártyát. Masszázs vagy erdei futás? Hát nekem mind a kettő elvileg. Én masszázs azért is, mert hogy a hátam az szinte állandóan be van állva. Az erdei futás meg azért, mert egyszerűen imádok a természetben futni. Tehát mind a kettő. Svédasztalos reggeli vagy elekelt vacsora? Hát egyértelmű a svédasztalos reggeli. Nagyon szeretem, hogyha sokféléből csak úgy válogathatok. Egyébként nem az a típusú ember vagyok, aki odatolom a széket a svédasztalos asztal mellé. Szeretek kis tányérból sokat válogatni. Nézzük a harmadikat. Olvasás vagy vízipipázás? Hát, aki ismer, tudja, hogy én nagyon szeretek olvasni, úgyhogy olvasás. A vízipipa az ott és adott helyen, Közel-Kelet, vagy akár afrikai országok, bárhol. Nézzük a következőt, go-kart vagy e-bike? Hát, megint csak a kisper tudja, hogy én nagyon szeretek vezetni, és azt, ha valaki tudja, hogy én mennyire, olyannyira, hogy go-kart bajnokságokon rendszeresen dobogós helyezést érek el. Na, hal vagy steak? Mind a kettő. Oké, lakosztály vagy rönkház? Volt alkalma a rönkházat kipróbálni, legközelebb viszont egy lakosztályt fogok, így aztán a válaszom nem tud elég mérvadó adni. A rönkház, a fa, a fának az illata, a természet, megint a mozgás, az nekem nagyon fontos, úgyhogy rönkház. Pezsgőfürdő vagy élménymedence? Víz, vizek, vízjegy, rák vagyok, egy pezsgőfürdőben akár órákat el tudok ülni, hogyha mondjuk a pezsgő van a fürdőben, akkor viszont egész életemet ott tölteném. Pizza vagy tészta? Hát, ez megint napszak és tényleg kedv függő. Olyan isteni pizzát ettem itt, hogy nagyon magasra tette a lécet. Budapesten nem tudom, hol fog tudni ilyen jó pizzát tenni. Itt a pizza csodálatos volt, maradok a pizzánál. Pizza! Tiramisu vagy krémes? Eddig a krémesről volt fogalmam. Édesanyám cukrász. 14 éves kor még nem ettem mást, csak édességet. Azóta nagyon ritkán. Tiramisut bárhol lehet az ember. De ez most nem a reklám helye. Gyerekek, az Avalon krémes, az most mindent visz. Tehát krémes. Szauna vagy gőzfürdő? Az a helyzet, hogy megint csak nagyon nehéz választani. A szauna az nekem mindig egy igazi kikapcsolódás jelent. Nagyon hosszan, nagyon sokáig szeretem a szauna melegét élvezni, a gőzben pedig az, amikor a titokzatos, nem látunk semmit, csak egyszerűen a forró gőzben ülünk, az is csodálatos, mégis azt mondom, a szauna, szeánszok, szauna felöntés mindennél a legjobb. És most pedig a sör vagy a bor, az a helyzet, hogy a bor, mint jó szerető, az mindig jöhet, fehér vagy vörös, ez igazából évszakfüggő, de bor. Na kérem, meg volt a 11 bemelegítő kérdés, és ugye most jönnek a személyre szabott kérdések, amiket már különösképpen nagyon izgulok. Ezt órára időre csináljuk, mindjárt fordítom az órát, másfél percig, és aztán fordítok újra. Tehát én dull. Na, milyen érzéshez hasonlít a legjobban a heroinos tudatállapot? Ez nagyon jó beúzás. Egy olyan eufória, amit semmi nem tud pótolni. Én 10 évig függőségben éltem, pontosan tudom, miről van szó, de az a helyzet, hogy egy jó fürdő, egy jó masszázs, egy jó barátokkal eltöltött bor melletti eufória, amikor beszélgetsz, az majdnem hozza. Sajnos a heroinnak is az eufóriájához hasonló dolog igazából nem nagyon van, mégis jó, hogy most már kimaradt az életemből, 19 éve teljesen tiszta vagyok. No, nézzen a következőt. Egy buliban a pultot támasztod, vagy táncparkett közepén ropod? Egyértelmű, én nem vagyok az a nyugvó pont egy buliban. Ha táncos buli, akkor igen. Tudni kell még rólam fiatalon nagyon nagy táncparkett. Én voltam a táncparkett ördöge. Nagyon sok lány szeretett volna velem táncolni. Táncoltunk, és aztán meg a fantáziátokra van bízva. Oké, na nézzük!
Mi a következő kérdés? Az igaz, hogy gyerekkorodban a kamionos szerettél volna lenni? Hogy? Nagyon egyszerű. Egyik nagyon nagy mozi volt, amit életemben azóta is már többször láttam, fordítok. Ez a Konvoj című film. Imádtam, gumikacsa, stb. Volt egy nagyon jó kis kempingbiciklim, erre volt egy duda felszerelve, volt egy ilyen speaker, egy beszélő, a srácokkal konvojban mentünk végig Nyírbátor utcáin, mögöttem bringával volt mindenki, és én voltam maga gumikacsa. Nézzük a következőt. Állandó pörgésben vagy, fantáziáltál-e már a halálodról? Ha igen, hogyan képzelted el? Fú, az a helyzet, hogy szépen, én szerintem egy valamilyen jó, tényleg egy pezsgőfürdőben, valami jacuzziban, egy wellnessben szép lassan bealudni egy buborékoló medencébe, azt hiszem szerintem, és az most tényleg nem azért, mert most itt vagyunk, azt hiszem, hogy én egy ilyen nagyon tuti bealvós, egyszer csak így egy benne ragadós, egy tuti buliban valahol, azt hiszem, vagy a színpadon. Még talán erre is fantáziáltam, hogy miután nagyon szeretem a színpadot, a színészetet, hogy egyszer valahol egy színdarab közben vége lesz. De azt sajnálnám mondjuk. Oké, itt a következő. Hamarosan megérkezik Szabó Gáspár. Fel fogsz kelni hozzá éjszaka? Az a helyzet, igen, a csodagyerek remélhetőleg március 2-án megszületik, most is itt van velünk az anyukájával, benne a pocakjában. Nagyon várjuk, fel fogok hozzá kelni. Ő lesz a harmadik gyerekem, ami nagyon nagy boldogság, nagy családos ember lettem. Gyorsan még van egy kérdés, azt gyorsan felolvasom. Szerinted válóok lehet-e a hangos horkolás? Igen! Itt a válasz, itt a vége. Sajnos még mindig horkolok, de most már ide kevésbé. Na hát ez volt, meg volt Berki Krisztián meglepetés kihívottja voltam az Avalon Box Challenge-ben. Én pedig szeretném kihívni az Avalon Box Challenge-re a következő játékost, Korda Györgyöt. Hajrá, Gyurikám!